Pontosan 20 esztendővel ezelőtt, 1986-ban Bráda Tibor festőművész Esztergomban rendezett kiállításának katalógus bevezetőjében a következő eszmefuttatásra ragadtattam magam. Bráda Tibor táblaképeinek jellemző jegyeit vizsgálva megállapítható, a művész sohasem lépi át a figuratimitás határvonalát, a látványelemekből, a valós élethelyzetek élményeiből építi fel kompozícióit. Ezen alkotómódszer, művészi szemlélet azonban csupán a mélyben nyúló gyökerek révén kapcsolódik a hagyományos, természetelő megjelenítéshez, kifejezéshez. A valóság tartományaihoz Bráda Tibor úgy ragaszkodik, hogy egyúttal el is ragaszkodik azoktól. Alkotó elve a szemlélőt, a befogadott, asszociatív utakra kanalizoló formaképzés, illetve képépítés, Németh Lajos kifejezésével élve a jelképi jelentés sugárzó alakítás. Bráda Tibor alkotásai különös környezetekben jobbára tájba helyezett emberalakok tűnnek fel. A bohócok, a gullácsi titokzatosságú férfi és nő alakok, a repülni tanuló ember megjelenítése, festők ecsetje alatt fájdalmasan groteszk az idilli vagy idillinek tűnő jelenetek atmoszféráját irónia adja át. Az elmosódásokban feloldódó figurák és formák, milyen ritka ezeken a képeken az éles kontúr, a határozott körvonal, a konkrétumokat a bizonytalanság ingoványos területére vezérlik, és a képek furcsa történései, állapotrögzítései, a reális eseményszerűség és a furcsa látomás szintézisében jelennek meg. Oldott festőiség, gondosan mérlegelt és kimunkált kolorit, az alakokkal szervezett, magabiztos képi hangsúlyok jellemzik Bráda Tibor pintúráját, és így artisztikus eszközei biztosan hordozhatják artisztikus mondandóját. Ha e gondolatok fénytörésében közelítünk az új évezredben született, szokatlanul nagyméretű, értes felületű papírívekre rajzolt festett pasztellekhez és az akvarellekhez, akkor a kisebb elmozdulások, az apró módosulások ellenére azt kell regisztrálnunk, hogy rendkívül konzekvensen épül az életmű, a táj, a park, a város és a figura igézetében. A műforma továbbra is szabályos, a műfaj pontosan a hagyományos rendszerre illeszthető, és a technika is tiszta és fölényesen magas színvonalú. A kompozíció felépítése nagyvonalú, a megjelenítésmód érzékeny és részletezéstől mentes. Minden felvonultatott motivum lényeges, mellőzhetetlen és hangsúlyosan kiemelt és egységesen finom, tartózkodó, összefogott érzékenységre hangolt kolorittal előadott. A már-már eszményi szépségtükröztetéseket a művész groteszk, ironikus alaphanggal árnyalja, mint egy ellenpontozza, és így észrevétlenül megkérdőjelezhetők a dolgok, sejtelmességek, bizonytalanságok kezdik ki az addig szilárdnak és biztosnak vélt egyértelműségeket. Bráda Tibor képvilágának titkait és jellegzetes vonásait kutatva némiképp egyszerűbb megoldást választva viszont csak a poézisről, e festészet költőiségéről kellene értekeznünk, lágy líráról, nagy-nagy csendekről, bensőséges vallomásról, érzelmi elfogadottságokról, szemlélődésről és meditációról. Valami megfoghatatlan felfedezéséről, óvatos megragadásáról és általa a dolgok féltő kimaradásáról.